2016. december 20-án ez évi utolsó mozgalmi találkozónkat megkezdtük. Üdvözlünk mindenkit, aki nézi. Nyomjátok a csetet, cseteljetek szorgosan. Kozma Zoltánnak köszönjük, már be is kapcsolódott. És akkor a jegyzőkönyvet ki fogja ma vezetni. Múlt héten kettő is volt, két jegyzőkönyv is a végén. Attól tűnik, mikorra kell elkészülni. Karácsonyi nem tudom elkészíteni. Karácsonykor is jó. Ünnepek között jó, mondjuk 29-ére, Marika. Köszönjük szépen, Marika. Köszönjük. És akkor úgy vettem észre, hogy újak vannak közöttünk. Egy rövid bemutatkozást szeretnénk tőletek, és pedig ezt azt értjük alatt, hogy becses nevetek, melyik banknál, mennyi hitelt vettetek föl, mennyit fizettetek vissza, és mennyit akar még a bank, amiről tudjuk ugye, hogy hülyeség, tehát úgyse kapnak annyit, de ennyit. Hát, akkor így együtt. Így együtt, igen. Tudunk beszélni, házaspár vagyunk, Szilvia a feleségem, és a családi házunkra vettünk föl 16 millió forint hitelt, fizettük, amit tudtuk, én már meg sem tudom mondani, hogy mennyit kér az OTP, és nem gondoltam, hogy 45 évesen harcolnom kell a családi fedelünkért. Igazából nem tudunk elmondani ezzel kapcsolatban. És fizetitek még? Már nem. Amennyire tudtuk, fizettük még pár hónapja, mert nem győzem hangsúlyozni, próbáltunk mi ilyen normális, jogkövető emberek lenni, és törekedtünk arra, hogy hát valahogy mi azt hittük, hogy valahogy majd lesz valami normalizálódás, illetve lesz valami ami az érpeszesség határain belül van, és múlt hét kedden feleségem nem tudott ott lenni, mert ő dolgozott, de én ott voltam a Zsuzsának az ítéletén, a második ítéleténél, és a Tulipán Mariannak a szerepése okán, mi akkor két nap múlva felhívtuk a Zsuzsányt, volt olyan kedves, hogy elmondta, hogy lesz itt ez a gyűlés, mondta, hogy beszélt velünk másfél órát, tehát nagyon szépen köszönjük. És akkor mondta, hogy eljöhetünk ide, és akkor úgy gondolom, hogy még egyszer ismétlen, 45 évesen, nem tudom hány tíz éve dolgozott munkával, a hátam mögött új utakat kell keresni. Igazából... Hát bizony. A polgári keres normális útban, tehát minden egyes tárgyaláson, vagy minden egyes hír, ami első fokon esetleg nyerünk, vagy nyernek, másodfokon, vagy a kúrián egyszerűen elkasszálása kerül, és egyszerűen nem tudjuk, hogy mi legyen, mit csináljunk. Hangsúlyozzuk, tehát mi ilyen békésen azt hittük, hogy ez a, hadd fogalmazzuk szépen, ez a polgári jogérvényesítésnek az útja, hogy ez működik, de most itt vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy nem működik. Hát, igen, üdvözlünk. Ennyi. Üdvözlünk a klubban. Bocsánat, nekem egy kérdésem van. Mennyit fizettetek be a 16 millióra? Mennyit fizettünk be? Meg sem tudom mondani, nem tudom megmondani ilyen. Hát 2007-ben vettük föl. Jó. Akkor most ne találgassunk, hanem hogy fontos, tehát majd később, ez nagyon sok minden miatt fontos lesz, igen, hogy kiszámolni, mennyit fizettetek be, és mindig tudni, hogy a bank mennyit követel, ennek majd sokszor lesz jelentősége. Ilyen szüzek vagyunk még ebben a tekintetben. Azért mondjuk. És tanulni fogunk, föl fogunk írni. Mi is vezetünk egy saját jegyzőkönyvet, tehát egy ilyen kis Ferenc és kis Szilvia. És egyszerűen halálra vagyok döbbenve, tehát én nem gondoltam, hogy ilyen normális keretek között az ember. Én most végignézek itt a társakon, és mindenkiben ilyen becsületes embert látok, ilyen normális, tisztességes embereket, és akkor ahelyett, hogy a karácsonyra készülnénk, az ingatlanunkért, meg az életünkért kell harcolni,
mert aki a családi fedelért harcol, az életért harcol, nem többet nem beszél. Négy éve még mi is becsületes, békés emberek voltunk. A békészség az szerintem egy kicsit már elszállt, amikor a banknál rájöttünk. Csak mondjuk 4 évvel ezelőtt jöttünk rá, meg most jöttetek rá. Csak annyit akartam kiegészíteni, hogy ugye a Dantes Péter az ügyvédetek, milyen véletlen egybeesés, tehát hogy a Dantes Péter, aki az én első peremben az én képviselőm, és ugyanez a Tulipán Marianna vezette tanács 3 héttel ezelőtt, ugyanúgy elkaszálta őket végrehajtás megszüntető perben. Na most ugye ez más irányvonal volt, de más irányvonal volt a formai hibára való hivatkozás, az amivel kezdtem a felszólalásomat a törvényszéken, hogy ugye el kellett döntenem, hogy formai vagy tartalmi hibára hivatkozom, vagy egyébként hivatkozhattam volna mind a kettőre is, teljesen mindegy, de hogy pont megkaptam a választ, meg azt is el kellett döntenem, hogy a Bortiborékkal indítsam az én peremet, vagy a Dantes Péterrel, és akkor ugye megkaptam a választ, mert ugyanaz a tanács, a Dantes Péter által képviselt formai hibára hivatkozása ugyanúgy elkaszálta őket. Tehát hogy gyakorlatilag bezárultak a jogi kapuk. És nincs is több lehetőség, és erre jöttünk rá. Hát egyébként hadd mondjam, még hol voltunk kapuk, Zsuzsi, a Damandi tárgyalásán? A Kurján. Nem, mi akkor máshol voltunk. Ti máshol voltunk. Én ott nem voltam. Feketeses utcában. És akkor kijött a Dantes, előtte kaszálták el az Andit, és a Dantes kijött, azt mondta, innentől kezdve vége a jogiaknak. Mondtam, miért? Azt mondta, csak. Kész. Vége. Mert hogy azt mondták, hogy a forintosítás. Nem, azt mondták, hogy érvénytelenségre nem, de egyébként... Érvénytelenségre felelni. Ugyanakkor azt is mondta, hogy innentől kezdve vége az egésznek, és azt mondtam, ő szerint és az utca. Hát nyilván Zsuzsiéről még fogunk beszélni, hogy miért, illetve azt nem tudom, te készültél, amit a Bostiborék írtak, azt a cikket. Tehát ugye ők is azt írták, hogy gyakorlatilag, mondtad bármit a bíróság, mert a Bellman irányít minden, gyakorlatilag teljesen mindegy, minden jogi út bezárul, de fogunk majd részletesen arról beszélni. Bizony, bizony. És akkor jön a szokásos programpontunk, az aktivitás. Aktivitás, továbbra is szárnyal, nem adom a házamat mozgalom, talán egy picit köszönhető ennek, nem mintha ennek örülnénk, hogy a jogi utat egyre többen látják bezáródni, és hát ugye mi marad? Marad az utca és a határozott fellépés. Nem örülünk neki, legfeljebb beigazolódva látjuk azt, ami 3 évvel ezelőtt óta érik, hogy gyakorlatilag minden jogi utat elzárnak. Tehát volt egy kicsi lehetőség, ugye nem tudom, ugye csak röviden tekintsük át, hogy ugye volt először a tisztességtelenség miatt az egész szerződés érvénytelen, a kamatemelések, illetve a szerződésmódosítások kezelési költségek emelése révén, ugye ez már 2012-ben gyakorlatilag kimondta a kúria, tehát ott volt ha jól emlékszem, 2/2012-es jogegységi döntés, ami alapján sorban meg lehetett volna mindent nyerni. Ugye aztán jöttek jó páran, akik mondták, nem is erre kell perelni, hanem a formai hibákra, meg hogy nem volt benne minden költség, és most fogták, és egy húzással a kúria és a kormány mindegyiket elkaszálta. Ezekkel nem lehet nyerni. Gyakorlatilag ez volt a két nyerési lehetőség. Aztán jött a Bostibiék féle befektetés volt mögötte, ami szintén egy bármelyik önmagában, akármelyik megdöntötte volna az egész szerződést, vagy azért, mert nem jött létre, vagy azért, mert érvénytelen volt. És akkor mi történt? Most ugye látjuk, hogy ezt is elkaszálták, ugyanazzal a jogegységre hivatkozott, amit ugye azt hittük, hogy nem ezt kaszálta el, hanem más kaszált el. És én azt gondolom, hogy ennek is köszönhető, hogy emberek ébredeznek, és azt mondják, hogy oké, akkor mennünk kell az utcára. Nyilván, és én azt gondolom, hogy hiszem azt, hogyha korábban a kuriára nem 30-an megyünk be, vagy az alkotmánybíróságra, vagy a rendőrségre, vagy bárhova, és nem 500-an vagyunk ott egy hónap alatt Orbán Viktor házánál, hanem 50 000-en, akkor ideig el se jutunk, de itt lenne az ideje mindenki felébredne, és azt mondaná, hogy a kurva életbe ott kell lennem végig. Vagy amikor csak egy évvel ezelőtt, amikor ott voltunk májusban, a bankárkonferencia előtt tüntettünk, és akkor ott voltunk körülbelül 300-an, hogyha utána nem mozsulódtak volna le azok az emberek, akkor lehet, hogyha így gyülekezünk, és a 4 órás útzárat is több százan csináljuk meg, vagy még fejlődünk, akkor lehet, hogy megint nem tartanánk itt. De itt tartottunk, és még innen is vissza lehet menni. Egész egyszerűen most már nem elég az, amit korábban csináltunk. Tehát nem elég tüntetéseket szervezni, nem elég a bankok
előtt tüntetni, be kell menni a bankokba, el kell lehetetleníteni a működésüket, simán csak vélemény nyilvánítással, mert ezek maguknak lehetetlenítik el, mert be vannak szarva, el kell menni a politikusok házához, a bankárok házához, és be kell menni a hivatalokba, tehát ez lesz a következő út. Tehát azok, akik most csatlakoznak, azoknak erre kell felkészülni, hogy már nem elég az, amit évekkel ezelőtt csináltunk. 7430-ra emelkedett, ugye két héttel ezelőtt azon gondolkodtunk, hogy meg lesz-e a 7000-es kedvelés szám. Mit befögtem be pénteken? Hogy a 7500, és a 8-at. Még akár a 8 is meg lehet, ha így haladunk. Most a ilyen heti 300-akkal megyünk, mi korábban a heti 30 növekedés is egész jónak számított, és csak nagyon különleges heteken volt mondjuk 70 vagy akár 100 is. 249 000 volt a heti elérése az oldalunknak, míg megint csak azt mondom, hogy korábban a 20 000-ek voltak a normálisak, tehát 10-szereződött az oldalunknak az aktivitása, valamit nagyon jól csinálunk, és még a múlt heti nagyon erős hez képest, és ami történelmi csúcs volt, ezen az egy hét alatt is ilyen 5-10%-okat növekedtek a mutatók. Én örülök neki, hogy így alakult, és most már akkor csapjunk bele, és ne csak a Facebookon létezzenek ezek a kedvelők és azok, akik elérik az oldalunkat, hanem igenis mozduljanak. Nagyon erős január lesz, tehát ezt már most jelezzük. Izgalmas lesz mindenképpen, sok megmozdulás lesz, sok akció lesz, de természetesen még nincs vége ennek az évnek sem, tehát érdemes majd figyelni, mert sok érdekeset lehet látni majd az oldalunkon. És eljött az ideje, hogy karácsonykor nem lesz tűzszünet. Nem lesz tűzszünet. Azt mindenki elfelejtett, itt már nincs ilyen. Készülhet a... Részemről biztos nem, tehát hogy más hogy gondolja, az az ő dolga, de részemről ilyen, mint tűzszünet, meg szent, meg tartsuk tiszteletben, meg afrász, ennek vége. Tehát ez az, amit mondtam nektek, hogy az a fajta becsületesség, jófejség, békészség az megszűnt. Tehát nincs erről semmi. És innentől nagyon nem akarunk aranyosak lenni. Egy csepet sem akarunk aranyosak lenni. Így van. Senkinek a szemében, tehát ezt felejtse el mindenki. Főleg aki tehet az egészről. Hát azok mindenki. Akik tehetnek az egészről. Akik. Nyilván, tehát azért, hogy házságosságos el akarnak fordulni a hatalmat. Sem a bankok. És csak gesztus sem tesznek, hogy mi hajlandók lennénk tűzszünetet kötni. Eszükbe nem jut. Nem. Ez nem szabad. Nem szabad. És amit véget. Így aktivitásra, az ünnepekre tudunk javasolni, ha nem is lesz annyi akció és annyi új dolog, én javaslom, hogy az idei évnek az izgalmas akcióit minden nap, aki csak teheti, ossza meg az oldalunkon és ossza meg máshol is. Az Ellenállás YouTube csatornán, hát az idén is több száz videó, tehát több száz nem számoltam meg, hogy mennyi van, ezeket mind egyenként meg lehet osztogatni, naponta többször is, különböző oldalokon, egy kicsit hozzáírni, hogy mit jelentett neked az élmény, miért pont azt osztottad meg, van bőven válogatni való, tehát igazából sokkal több van, mint amennyi időnk, úgyhogy lehet ezeket is nyomni, tehát nem csak az újakat, hanem azért az egy évvel, két évvel ezelőttiek is jók, vagy például az én saját YouTube csatornámon van egy válogatás a belső banki akciókról, egészen 2013-tól, tehát az első szavalások is rajta vannak, tehát azokat ott megtaláljátok listába szedve, hát óriási, tehát a mai napig így megborzong a hátamon a szőr, amikor belesültünk a versbe, mert birkoztunk a biztonsági őrökkel, és annyira meglepődtünk mi is azon, hogy ez milyen jól működik. Óriási, tehát egyszerűen csodálatos ez az ív, amit befutottunk, hát ezt kell még tovább nyomni, és aztán meglátjátok, hogy januárban teljesen új anyagok is lesznek, amiket felteszünk, és ezek a patkányok nem is sejtik, hogy mik lesznek, tehát biztos, hogy fölköthetik a gatyájukat, ha egyébként. Na menjünk, mert nagyon pörgős lesz a mai nap. Az első egy órába terveztük, hogy lefutjuk a programjainkat, és a második egy óra az csak élménybeszámoló lesz az idei évről, úgyhogy remélem hoztatok nagyon sok élményt, hogy mi minden történt velünk. Én gyorsan és a jövőben nézően, hogy emlegetted, hogy mi a teendő, hogyan tovább itt a finomság, meg mit tudom én, már nem kell. Ma bementem Békésen egy cipbankba, és belém kötöttek, és akkor a Ramazurit csináltunk, a Péter kénytelen volt panaszt tenni, és soron kívül kiszolgáltak bennünket, csak hogy szabaduljanak tőlünk. Nagyon jó. Egyébként a bankokat azért szeretik. 3 ember mehet és csinálhatja. Nem kell 10 fő, meg vezessenek meg ide. Minek kell vezetni? Na, menj oda, csináld meg a dolgot, kér.
Vezetni az autót kell. Egyébként azért zárják be nagyon gyorsan a bankot, hogy nehogy ott bent csatlakozzanak hozzánk. Így van. Nincs annál nagyobb rettenet. Jön egy ilyen tizenpár fős család, és akkor csatlakozik, akkor mit csinálnak? Így van, és ugye vezetni még a birkákat kell. Tehát akik nem birkák, azok tudnak menni egyedül, és az... 20. százhalombatta. Igen, ezt miért írtam föl múlt héten? Fölírtam a lapok tetejére, hogy 20. százhalombatta. Van valakinek tippje, hogy miért írtam oda, mert fogalmam nincs. Lehet, hogy nem füstölt a kémény, nem? Nem tudom. Jó, akkor ezt nem tudjuk meg. Oké. Okay. Menjünk a politikai összefüggésekre. Igen, egy politikai összefüggés, csak hogy lássátok, hogy mennyire szövődik valami. Ugye még volt, aki föl is vetettétek, hogy esetleg mi lenne, ha Béláékkal mégis megnéznénk, hogy lehet-e. Béláéknál két darab megyei, egy Budapest és egy Pest megyei vezetőt sikerült találniuk a hírek szerint. Két fiatal lány, akiknek az előéletében semmilyen sevizás történet nincsen. Tehát valószínűleg semmi... a koruknál fogva nem lehet. Mindegy, de olyan sincs, hogy mondjuk megosztott volna ezelőtt bármit a saját oldalán, ami sevizás. Tehát ugye így értem én a sevizás összefüggést. Fizetett alkalmazottak? Akár az is. Ugye az egyikük ismerőse a Tián Pál, és az egyikük jelezte, hogy indul a választásokon. Tehát ennyit erről, hogy politikamentes lenne az összefüggés. És ugye hasonlóan néz ki, MSZP felszólította a kormány, hogy már pedig azonnal oldja meg a sevizás problémát, mert irgum-burgum lesz. Megint az a kérdésem, hogy hol a picsába voltak eddig. Tehát miért pont választások előtt, most már alig van több mint egy év, miért pont most kezdenek ezzel előjönni, és egyébként ezen kívül, hogy felszólította, mivel tesz többet? Tehát így függ össze a politika a kifosztással, hogy megint csak eszköznek akarják használni a társadalmi problémát. Szilinderből a nyuszit mindig kihúzzák. Hát illetőleg kedves nézőinknek feldobjuk a nagy kérdést, hogy találják erre a megfelelő választ. Előbb-utóbb kiderül, hogy mi is volt ez, és akkor a helyes megfejtők között kisorsolunk egy finom vacsorát a következő mozgalmi találkozón. Sőt, én azt is felajánlom, hogy a következő patkánygón elsősorban állhat mellettem. Például. Tehát jöhet elő. Végig jöhet mondjuk Anitával, amikor végig megyünk a 25 kilométeren. 28, igen, most már növeltük 28 kilométeren, és végig sétálhat velünk, ha akar, és végig filmezhet is. Tehát azt is lehet, hogy filmeket készít, meg is oszthatja, meg is szerkesztheti, és az ő neve is ott lesz. Tehát ilyen nyereményeket tudunk ajánlani. Bizony, nagyon, jobbnál jobb nyeremények, tök komolyan mondjuk. Nagyon élvezik mindenki, aki beszáll ebbe a buliba. Elsőnek ő adhatja oda a rendőrnek a személyt. De várjál, hogyha egészen profi, akkor kikerüli a dolgot érvekkel. Na, jó van, ide bebögtünk egy programpontot még, hogy a lengyelek. És a sajtószabadság, ugye? Nézzétek meg, hogy ezért a lengyelek sokkal inkább kiállnak magukért. Honnan is indul az egész? Hogy ott is valami nagy tudású kitalálta, amit itt a kövér szokott, hogy majd akkor mi megszűrjük a sajtót, hogy itt csak azt készíthessen interjút a képviselőkkel, akit beengedünk. Igen, egyébként ez elképesztő, hogy a kövérnek mik jutnak eszébe. De várjál, most a lengyelek... De most a lengyelekről beszélünk. Hogy a hozamot vonunk vele. Értem, de hogy a lengyeleknél, tehát ugye még nálunk ezt eltűrték, senki nem szólalt fel, és rajtunk kívül senki nem megy a kövérházához. A lengyeleknél könygázzal kellett feloszlatni a tüntetést. Bizony. És körbevették, és a ház elnököt, tehát azt nem engedték kivalóval tüntetők, és könygáz. Bevállalták az emberek a könygáz. Nálunk, amikor a rendőrök azt mondják, hogy menjünk ki az irodaházból, akkor 20-an maradtunk. Igen. És mindenki más elhúzott a picsába, és utána minket fikáztak, hogy miért maradtunk ott. És leskelődtek az ajtóba. Ajtóba, és a lengyelek pedig könygázig mentek. Meg el is fogadták benne a parlamentet, tehát ők bementek. Persze, olvastam, hogy már vidékiek is csatlakoztak. Igen. Tehát elgondolkodtató, hogy itt akkor mi van? Ilyen beszarítás. Beszarik, így van, beszarik. Illetve élvezik, imádják a diktatúrát, kell neki. Most is azt mondom, ez nem beszaliság, kényelmesség. Most megint föltette valaki, ezzel párhuzamot vonva mondanám ezt. Megint, hogy a Blahán hány ezer ember áll sorba azért az etták kajáját. Miért nem mennek föl a picsába a kifosztóknak a házai? Vagy miért nem mennek a parlament elé? Például. Igen. Folytatom. Ez a könnyebbik oldal, kifoszt... a kényelmesebb. Most oda menne ezer ember a kifosztó házához, benyomná a kerítést, ott is ehetnének. Na. Biztos, hogy tele vannak kajával. Én mindig azt mondom, a kényelmesebbik oldalról fogják meg az emberek a dolgot. Ez a kényelmesebb. Hát az lehet, csak aztán lesz még kényelmetlenebb, azt nem veszi észre a sok hülye. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de ez a szitu. De ez a szitu. Na, úgyhogy így állunk. A lengyelek... A tányér étterem meg lehet őket venni. Igen. Megengeditek, hogy ez a lengyel... Igen. Szerintem itt azért
nem egy tényező, nem a lengyel népirónik szó, de egy másik tényező, a lengyel újságíró. Igen. Igen nagy valószínűséggel nem olyan újságírók, mint a mélyeink. A nép azért megy értük harcolni, mert értük is felszól ez az újságíró társadalom. Nem úgy, mint nálunk. Nálunk, hogy eszükbe nem jut. Eszükbe nem jut. Ott, hogyha csinálunk, de tele van a sajtó. Nálunk fölborítatnád a fél Szilege utcát, akkor sem lenne egy újság sem ott. Kivéve, ha valamelyik párt csinálná. Igen. Tehát igen. Ha valami bármelyik párt, akkor ott hemzsegnének, még ha ketten lennének ott akkor is, az, hogy mi már ott voltunk nem tudom hányszor, és hányszor igazoltattak, és hány eljárás van ellenünk, ez a kutyát nem érnek. Szóval az az újságíró társadalom megérdemli a nép támogatását. Valószínűleg. Ezek nem. Illetve tegyük hozzá ehhez az egészhez, hogy ez lenne a sajtószabadság alapvető feltétele. Hogy a sajtó úgy álljon hozzá a tevékenységéhez, hogy ők tudósítanak. Igen, hát emlékezzetek vissza, Bajcsi leülés, rendőrség azt mondta, hogy a sajtó is menjen fel a járdára. Mindenki fölment. Csak maradtunk, mi maradtunk ott ülve, Krisztián maradt ott, és mindenki fogta magát. Egy az... kedves kollégát azért még megemlítenék, a Kőszegi Laci, igen, igen. De az összes tévének a tudósítása mind fölment a járdára, mert a rendőrség azt mondta. Hát ki a faszt érdekel, mit mond a rendőrség? Sajtóigazolvánnyal lezárt területet, akkor meg azt már tényleg le volt zárva minden. Hát akkor mit várunk el tőlük? Tudod miért? Hogy nehogy ezt le kelljen adniuk, hogy a sajtó ott tudósít a lezárt területen. Lehet, hogy azért nem csinálják, délután nem lesz már munkahelye. Tehát ott egy példa, amikor 100 halombattán voltunk, nem az OTP. Kiszerelt a városi tévé, igen. Mikor kimentünk, megtudták, hogy kik vagyunk, már csomagoltak, azt mentek. Igen. Emlékeztek? Igen. Mert leszóltak föntről, hogy gyerekek, ez nem, mert délután már nem lesz munkahely. Lehet... Ha bankrabló lett volna, akkor ott van az volna. Még ha lövöldözik, akkor is. Ott volt a bankrabló. Hát, nyilván. Vagy bármi más. De folytatom, vegyük észre a népszabadságosokról, hogyha kinyalják a hatalom segét, akkor se lesz munkájuk. Ilyen újságíróért soha. Persze. Csak azt mondom, hogy A sajtószabadság alapja az, hogy a újságíró tegyen úgy, mint hogyha ő a szabad sajtót képviselni. Hát, hogy emlékezzetek vissza, kúria sátorozás. Igen. Eléjük álltunk, integettünk, mögéjük vittük a táblát. Inkább bementek a kúria épületébe, mint hogy bármilyen módon fölvették volna azt, hogy mégis itt mi van. Lehet, hogy nem adják le, de miért nem vette föl, hogy bevigye? Azt mondja, hogy a szerkesztő, itt van, nézd meg, ezek itt sátoroznak a kúria előtt, még oda is állnak, integetnek is, és semmi. Tehát még ezt se tette meg. Hát nem elfér azon a kurva kamerán? Tehát nem arról szólt, hogy nem volt már annyi hely rajta, hát ezeken a modern kamerákon több órányi anyag van. Pedig milyen szorgosan hekkeltük azt nagyon a sajtótájékoztatót. Marika. Most csak annyi, pont a Feri mondta, hogy a Kálmán Olga, nem tudom, 4 millió forintért most átmegy a másik tévéhez. Tehát egy gyerekek, szóval nekem semmi bajom azzal, hogy valaki jobboldali vagy baloldali, de akkor legyen az. Hát most valaki pénzt ígér, és azért minden. Tényleg úgy van az a pénz. Van. A rohadt életbe bele. És mit mondom, mindig? Undorító. Minden marad, csak az akku változik. Igen. Igen. Ja, persze. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik oldalt nézed. Tőlő fakad. A nyelv állandó, csak a seg változik, ahogy szokás ezt mondani. Meg a nyelvcsapások, ugye Feri? A frekvenciája. Hát ez az. Elképesztő. Oké. Akkor, Zsuzsi, tárgyalásodról, a te szemszögedből, mert mi azért hozzábögtünk, ettet adtad, de hát azért mégiscsak. Na, hát amivel kezdtem, hogy igazából beigazolódott az, hogy tök mindegy, hogy... Bocsánat, Irénk, egy picit próbáld ezt egy mikrotől, tarts föntebb, azzal is mellőrébb jutunk. Szerintem még 20-at elég. Még egy kicsit? Szerintem elég. Így, jó. Csak addig, amíg Zsuzsi beszél, jó? Na, tök mindegy, hogy milyen kereseti kérelemmel megyünk a bíróságra, akár formai, akár tartalmi, akár mindezt össze lehet gyúrni egyetlen kereseti kérelembe, teljesen mindegy. Amikor a Wellman valamire azt mondja, hogy fehér, miközben ez fekete, és ezt megteheti, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. És amúgy meg, de miért is gondoltuk igazából, hogy azért reménykedtünk, jó, tudtuk, hogy ez a jogállamiság, ami így deklarálva van, ezt így valószínűleg rajtunk kívül senki nem veszi komolyan, de azért most úgy picit olyan szar volt szembesülni ezzel, hogy azért, nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy azért nincs jogi megoldás, mert hogy nem jogállamban élünk. A jogállamiság az azt jelenti,
már számtalanszor elmondtam a rendőröknek is, hogy a jogszabály mondja meg, hogy mit lehet és mit nem. És nem egy bíró és nem a rendőr, hanem együtt mindannyian jogalkalmazók vagyunk. Mi is jogalkalmazók vagyunk, és a bíróság is jogalkalmazó. És innentől kezdve ez teljesen világos, hogy zárják a kapukat. Tehát, hogyha megtaláljuk a kulcsot a zárba, akkor lecserélik a zárat. Míg korábban ugyanebben a Bob Tiborék kereseti kérelmével a Demeter Tamás nyert másodfokon, 2 évvel ezelőtt, és az Erste valamilyen véletlen folytán elfelejtett felülvizsgálati kérelmet beadni a kúriához, tehát ő simán nyert ebben a kereseti kérelemmel, amivel egy héttel ezelőtt engem elkaszáltak. Tehát, hogy igazából ami volt még jogi út korábban, most az is bezárult. És abban is a Marika írta azt, és persze ebbe is, ha így mélyen belegondolunk, akkor igazság vagyon, hogy ugye az én ügyem volt az első olyan ügy, ahol egy igazságügyi pénz- és tőkepiaci szakértőnek a szakvéleményét sikerült megszerezni. Nem volt, ilyen ügy nincs, nem volt nem volt eddig Magyarországon, ez volt az első. És hát a Bós Tiborék taktikai okokból mondták, hogy ne nagyon hozzuk ezt nyilvánosságra, meg még az elsőfokú ítéletet sem. Ő mindig mondta, hogy azért, mert hogy akkor felhívjuk magunkra a figyelmet, és hogy zárnak, tehát akkor rögtön kitalálják az ellenszerét ennek. De valamennyire próbáltuk is tartani, legalábbis egy ideig. Tehát addig, amíg írásban nem kaptuk az elsőfokú ítéletet, addig itt tartottuk, aztán utána már én is küldtem, aki megkérte tőlem, küldtem a szakértői jelentést is, meg küldtem az ítéletet is. Fel ugyan így nem raktuk kifejezetten, de mégis tűzvészként elterjedt, és tényleg mindenki, aki most indította a kereseti kérelmét, már csatolta ezt a szakértői jelentést. Hát hogy is gondoltuk volna, hogy akkor most ezt nem fogják elkasszálni, amikor már mindenki erre hivatkozik, és hogyha most nekem igazat ad a bíróság, akkor mindenki másnak is igazat kell, hogy hagyjon. Tehát ugye nyilvánvalóan nem, a hatalom ezt nem fogja hagyni. A hatalom pedig a bankok kezében van, tudjuk. Nem kell ezen csodálkozni, én nem is csodálkozom. Igazából egy picit úgy megnyugodtam így az ítélet után. Tehát, hogy már mindedig volt bennem egy ilyen várakozás, hogy úristen, csak nehogy valami, mit tudom én, hülyeségen csúszunk el, tehát nehogy egy banánhéj legyen az, egy hiánypótlás, vagy valami, ami hát hála jó Istennek, nem banánhéjon csúsztunk el, csupán csak a lényegen, hát azon, hogy a bankok nem fogják hagyni, hogy nyerjünk. Most kétszer is meghallgattam a hétvégén a Drábiknak a 2012-es megnyilvánulását, magyarországi devizahitelesekről kérdezte a Komló Média. Igazából a magyarországi devizahitelesekről nagyon keveset beszél, de azt elmondta, hogy ugye a bankok az univerzumnak az erkölcsi törvényét azt ők teljes mértékben kiiktatják az életükből, hiszen akkor nem tudnának korlátlanul nyerészkedni. És igazából a 10 parancsolat mellé egy 11-et is kitaláltak. Bármit lehet csinálni, csalhatsz, szophatsz, hazudhatsz, egy a lényeg, ne kapjanak rajta, mondta a Drábi. Na most Magyarországon az a víz, hogy Magyarországon még ha rajta kapjuk, akkor sem érünk el vele semmit. Mert ugye most itt rajta kaptuk a bankokat, mert van egy szakértő jelentésünk, és tessék, Magyarországon ebben se lehet semmire menni. A lengyeleknél igen, nem véletlenül nem terjedt el ilyen mértékben, és nem véletlenül nem szöktek az égbe a kamatok sem, mert azoknál a társadalmi kontroll valamilyen szinten érvényesül, nálunk meg ugye zéro, és ezért lehet bennünket simán eltaposni. Úgyhogy ha még ezen túl bárkinek bármilyen illúziója van, hogy ezt jogi úton meg lehet, nekem már semmilyen illúzióm nincs.
Úgyhogy csak úgy, hogy először is mindenki abba adja a fizetést, jó? Tehát, hogy nem fizetünk, ott kezdődik a dolog. Nem megy. És utána, ez, igen, tehát ennyire egyszerű, amit a Feri mondott nekem szombaton, hogy mennyire rohadt egyszerű ott, amikor valaki ott ül az asztalnál, és nem dobja meg azt az ember gombot, mielőtt indítaná a banki átutalást. Ennyit kell csinálni. Hmm? Igen. Ennyit. Én meg úgy gondolom, de... Jó, hát majd aztán még közben mondjatok, persze nem monológot akarok én tartani, majd még közben még, ha eszembe jut valami, akkor meg mondom, mondjatok. Oké, Feri. Én meg úgy látom ezt az egészet, hogy ennek egy folyamata lenne, ugye? Eddig a kúriánál beszélték el a dolgot, most jön a törvényszéken, már a kúriáig nem jut el. Mi lesz a harmadik vajon? Nem is lehet terelni? Habár a Dalák azt mondta, lehet perelni, egyik nap megint elugolták. Csak azt felejtette elmondani, de el is messze. Nem érdemes. Nem érdemes. Ja. És tudjátok, a legnagyobb vérlázítás az volt, én bennem legalábbis, amikor a bíró, mikor hozta a határozatot, majdnem csak azt mondta, hogy csak. Tehát ő a jogszabály szerint nézi a dolgokat, az nem számít, hogy mi van a szerződésben, ezt mind áthágják, mind lesöprik. És még az első fokú bírót, aki legalább vette a fáradtságot, hogy be 10 tárgyalásnál beleásta magát, majdnem, hogy lehülyézte. Tehát azt mondta, hogy ez egy nem is ért hozzá, joga nem lett volna neki szakértőt bevonni, stb. Tehát ledegradált a magyarok, a pályatársát. Hát én nem tudom, hogy... De szerintem ez biztos, hogy utasításban van adva, hogy ennek így kell. Persze. Hát nem biztos, hogy utasításban. Valaki kitette a Facebook oldalra azt a cikket, az nagyon-nagyon jó volt. Ezt többen osztották, az többször megjelent. Körülbelül egy héttel ezelőtt valami jó pszichológus, vagy jogszociológus, nem tudom, is tudtam, hogy ennyize is. Igen. Tudományán is létezik teljesen, de jó volt ez a cikk. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy nem is kell leszólni, nem kell előre megírni ítéleteket. Pontosan tudják én apró dolgokkal, kire kell kiszignálni, mindenkiről, minden bíróról tudnak mindent, hogy milyen párt szimpatizáns. Meg hát, hogyha a Handó Tünde az OBH-nak, az Országos Bíróhivatalnak az elnöke, hát akkor, tehát hogy ez is ilyen kézivezérelt dolog. Tehát elég a csúcsszervre oda tenni a megfelelő embert, és akkor onnantól kezdve az is szépen politmódjára leágazik, és akkor mindenki tudja, igazodik az elvárásokat, azért mert függ a karrierje attól, hogy függ az előléptetése, függ attól, hogyha valakit határozott munkaidőre alkalmaznak, akkor nem fogják meghosszabbítani a munkaviszonyát. Tehát nem is kell ennyire, mi is úgy képzeljük el, hogy ja, biztos ide leszóltak, nem biztos, hogy ennyire így működik a mechanizmus, hanem de működik, és ez a lényeg, hogy úgy látjuk, hogy működik. Egyébként a Tulipán Mariannánál engem az lepett meg, hogy minthogyha ő valami tényleg ilyen elefántcsontoronyban tűne, ő a bírói tanács elnök, és akkor azt mondja, hogy hát mintha a társadalmi problémák az úgy a bíróságnak a hatókörén kívül lennének, azok csak minthogyha úgy lennének. Tehát, hogy nem az ő dolguk megoldani. És inkább azt mondja, az ő dolguk egyedül megoldani, de hogy hatalmas szerepük van benne, hát ez, hát könyörgöm, hát egy bíró, tehát egy köztiszteletben álló személynek kell, hogy legyen. Nem olyan embernek, aki után köpködnek az utcán. Az a nagy büdös helyzet, hogy igenis neki kell megoldania. Sőt, mindenféle alaptörvényben, római egyezményben mindenhol deklarálják, mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét független és pártatlan bíróság tárgyalja. Jó, na itt a független és pártatlan bíróság az nem volt olyan. Se nem független, se nem pártatlan. Igazad van. És egyébként nem, hogy igazságszolgáltatás, nincs olyan jogszolgáltatás sem. Az semmi sem. Egy polgári jogegységi határozattal le lehet csöpörni azt, hogy a jogviszonyt az ténylegesen a tartalmilag vizsgálják. Hát hol élő? Magyarországon. Kis magyar diktatúrában. Amúgy meg nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, mindenkinek az utána a véleménynyilvánítást, az nagyon-nagyon oda illet.
Hát én direkt nem szóltam, mert ez az én ügyem, de én azt gondolom, hogy az úgy volt, mert különben mondhatnák, hogy ja, persze nagy a szájam, mert kiabál, mert ugye nem neki adott igazat a bíróság. Az tök jó volt, hogy ezt így csináltátok. Én direkt nem csináltam semmit, de ne adj Isten, ne legyen több ilyen tárgyalás, senkinek sem, de hogyha véletlenül valakinek lesz, ilyen tárgyalás, lesz. Ott én is kiabálni fogok, biztos ezt megígérhetem. Lesz, biztos, egész biztos. Marika? Na csak annyi, tehát bármelyikünk kerülhet ide, Zsuzsi, tehát ezt én legalábbis úgy éltem meg, hogy nem is az, hogy a te tárgyalásod, ez a sebid a hitelesek tárgyalása volt, és ezt ha valaki nem így érzi, akkor arra nem tudok mit mondani. Szóval itt nem lehet azt mondani, hogy itt én nem az én tárgyalásom meg. Jaj, de jó, hogy nem én ültem ott. Nem. Vegyétek tudomásul, előbb-utóbb mindegyikünk ott fogja végezni, és így fogja ott végezni. Az biztos, hogyha nem fogunk össze, vagy ha nem keltek ki végre a fotelból és a Facebook elől. Ez lesz a vége. Így van. Feri. Na, én meg mint azt vettem volna észre az utóbbi időkben, tehát mióta a Zsuzsinak meg volt az elsőfokú tárgyalása, hogy végrehajtást megállítottak, azóta ugye voltunk már egy pár tárgyaláson, és én szerintem forgatókönyv szerűen vannak az ítélet hirdetések. Hány percet voltunk ki most a Zsuzsinál a szünetben? És egy fél órát beszélt az asszony előre, olvasták. 10 percet nem lehet megírni ekkora határozat, az meg volt írva előre, csak akkor mi a francét csinálják ezt a cirkuszt végig velünk? Mondhatnák ezt az elején is, gyerekek. Nincs, ez van, kész, mehettek. A tanú, Laci. Igen, itt a elefántcsonttoronyt említetted, de a visszatérve nagyon helyes volt, hogy te ebben nem vettél részt a vélemény nyilvánításban, ez így helyes, és máshol is érdemes ehhez tartanunk magunkat. Aki bírja. Igen, mert valóban ott az rosszul sülhetett volna a Zsuzsi kiabán. Tehát elefántcsonttoronyt említetted, de hát nézzük meg a NER-t a terroros tárgyaláson. Mit mondott? 4 évente tudunk véleményt nyilvánítani, és ha változást akarunk, akkor szavazzunk egy másik pártra. Hol a faszba él ez a NER-et, Péter, már bocsánat? Hát mindegyik párt ugyanaz, hát a Brody is megmondta, hogy ezek ugyanazok. Igen. Mitől változna bármi? Változott egyáltalán bármelyik szavazáson vagy választáson bármi bárkinek is? Bármelyik országban? Hát sehol nem változott. Csak ott lett jobb, ahol az emberek kiállnak magukért, ahol bedobják a kukába a politikust, ahol körbefogják a házelnököt, és csak könygázzal lehet őket eltávolítani, vagy nálunk is meg lehetett volna oldani ezt az egész velmanyos ügyet, amikor ott sátoroztunk a kúria előtt, akkor kijött volna 10 000 ember. Oda abba a 2 napba, és ne féljetek, ma ezt az ítéletet nem hozták volna meg. Vagy amikor bennültünk a terroros tárgyalás után. Tehát bármelyik eset, tehát egyenként bármelyik alkalmas lehetne arra, hogy lehetett volna, és még mindig alkalmas lehet, tehát még mindig mondhatják azt emberek, és mondhatjátok azt az oldalunkon, hogy csináljunk már olyan patkánygót, ahova eljönnél te is. Hát gyere, idd el, hogy fogunk róla szólni, hogy mikor lesz, és legyünk ott 1000, 5000, 10000, bárhányan az Orbán Viktor házánál, a Trócsányinál, vagy bárhol. Na de ne hívjatok beszélgetős műsorokra, hát engem biztos ne. Hogy ott üljünk, és akkor hallgassunk felszólalásokat egy téren. És mi a fasznak? Annyian nem tudunk lenni, hogy mondjuk a Kossuth téren ott legyünk 2 millióan. Mert annak lenne értelme. Még lehet, hogy az 1 millióval is elérnénk valamit. Na, kimegyünk 300-an, vagy 1000-en, akár 5000-en. Kit érdekel, hogy ott vagytok? Jön az utolsó metró előtt, forgatókönyvszerűen, ahogy mondtad, utolsó metró előtt a 90% hazamegy. Mert az volt az utolsó metró, és akkor gyakorlatilag a többivel megvárják a rendőrök, amíg elfáradnak. És utoljára ilyet, hogy több ideig ott maradtak rajtunk kívül, azok mind pártszervezések voltak. Ahol valamilyen politikai célja volt, és lám el is értek valamit a politikába, tehát ezeket lehet megtenni, de civil szerveződésekben nem a tömeget kell várni, hanem egész egyszerűen menni kell saját magattól, ahogy István mondta, menni kell ketten, hárman, egyedül, bárhányan a bankokba is balhét csinálni. És onnantól kezdve már működik is a dolog. Vagy legalább annyit, hogy ne fizessenek. Hát az is egy megoldás, ha ne fizess, csak önmagában nem elég. Tehát azt viszont mondjuk el mindenkinek, hogy az önmagában nem elég, mert ott végződik, ahol a Zsuzsié, meg a miénk, meg bárkié, ha csak nem fizetsz.
sőt, meg esetleg... Nekem is többet csinálni, hogy mint annál, mint hogy ne fizess. Mi legyen, és mégis itt végződött, így van. De majd alakulni fog, hát nyilván ennek itt nincs vége, tehát azért megyünk tovább, és valószínűleg senkinek ne jusson eszébe azt a házat elvenni, mert abból nagy botrány lesz. Az biztos. Így van. Kisti. Nem csak abból. Engem nagyon letaglózott, főleg a vége, mikor mondta, hogy kölcsön, és az a végrehajtás alapja is. Gyerekek, ez akkora... ezt egy óvodás is ki tudta volna mondani ítéletben. De én Zsuzsitól szeretnék kérdezni, és a jövő most. Hogy nem fizet, mert úgyse fizet. Hát a jogi, még az a jogi utat visszük tovább, én már csak a Tiborra való tekintettel is, meg a többi semizásra való tekintettel is. Tehát, hogy már egyszer elfogtuk, akkor azt is végigvisszük. Ugyanúgy meg az ellenállás, tehát azt is folytatom. Tehát igazából semmi nem változik, minden folytatom. Köszönöm szépen. Marika. Na, szóval én is le voltam nagyon taglózva, én még másnap is teljesen magam alatt voltam ettől az egésztől, mert azt, hogy nem kell vizsgálni, hogy mi van mögötte, hogyan állították elő, milyen csalással, és ez növelte meg a költségeket, ettől lett 3-4-szerese, de nem érdekes, nekünk jogunk van fizetni, és ennyi. És a bank pedig benyújt egy táblázatot, és senki nem vizsgál, hogy van-e mögötte bizonylat, mi alapján könyvelte azt le. Csak bizonylat alapján lehetett volna lekönyvelni. Kiállítanak egy táblázatot, és azt elfogadják, hogy az érvényes, az úgy jó. Hát, hogy a bank szerint, vagy a bíróság szerint ezt nem is kell vizsgálni. Ez felháborító. És a bíróságok ugye most megkérdezik sorba, hogy na jó, de miért nem vitattad az elszámolást? Hát nem tök mindegy, hogy vitattuk, vagy nem vitattuk? Ott voltunk a PDT-n, végigvittük, az utolsó pillanatig végigvittük. Nem tudták megmutatni a szerződéses összeget, nem tudták telefonon se lekérdezni a bankot, és mégis azt mondta a BVT, hogy jó úgy, ahogy a bank leírta. Mi a töknek vitatták volna az emberek? Igen. Persze. Semmi értelme. Tehát gyakorlatilag jól látjuk, semmi értelme az egésznek. Egyszerűen kell csinálni kurva sok akciót. Kozma Zoltán közben megszámolta, 800 videónk van fönt az ellenállás oldalon. Köszönjük szépen. Majd ha 800 videója lesz még legalább 1000 embernek a különböző akciókból, akkor megoldás lesz. Ha annyi akciót csinál, hogy lesz belőle 800 videó. Összesen. Zsuzsi, maradt-e benned valami még ezzel kapcsolatban? Mert ezt reggelig tudnánk beszélni, vagy akár jövőre is. És igazából te vagy a főszereplője. Ha nem, akkor menjünk, aztán még bármi eszünkbe jut. Sokszor fog még szóba kerülni a te ügyed. Az ilyen degenerált bíróknak az azért nem jut az eszébe. Előbb-utóbb a nép rájön, hogy adót se fog fizetni. Na akkor ők se kapnak fizetést. És akkor pont annyit kapnak, amennyit megérdemelnek. Jó, csak mi van akkor, hogyha valakinél tényleg elszakad és lelő? Én megvárja ezt a, hogy hívják? Falus Marian, vagy hogy hívják? Tulipán Marian, mindegy. Ezt a tulipánt, és lelővi a picsába. Hogy ez nem jut eszükbe, hogy valaki lelőheti. Most már majd eszükbe fog jutni, mert elhangzott egy bírósági teremben, egy tárgyaló teremben, elhangzott. Ja. Most teszem, sőt, mondom. A igazság, hogy én olvastam most a napokban egy olyat, hogy azért merik a bíróságot ezt így megcsinálni, mert ugye 56-os miatt sem igazán vették elő a bíróságokat, és ott a bármi történt. Most Tibor írta ebbe a nem tartozunk pont. Nem tudom pontosan, hogy ki írta, nem tudom, bocsánat, hogy nem emlékszem ennyire. Csak egyszerűen az, hogy még a bíróságokat nem vették elő eddig, semmiért, nem feleltek semmiért, úgy döntöttek a bírók, ahogy akartak, és senkit személy szerint felelősségre nem vonta. És ezért úgy érzik, hogy hát miért ne csináljuk. Ha ezt kérje Belma, hát akkor ezt megcsináljuk, és akkor szépen megvan nekünk az állásunk, a jól fizető munkánk, aztán mit érdekel bennünket, hogy máshol az utcára kerülnek. Jó, ami késik, az nem múlik. Igen. Azért annyira ne üljenek biztosan a... Ja, és ne örüljön az ilyen tulipán, mert jön a kecske, lelegeli. Laci. Isten előtt. A Bors Tibornak egy mondását szeretném újra, meg én nagyon sokszor elmondom, hogy a bolha elefánt effektus, és folyamatosan, és mindig, és állandóan ott lenni a fülükbe. És zavarodjanak bele. Lehet, hogy én is belezavarodok, de ő zavarodjon bele előttem. Kész. Peti. Kicsit békésebb urakat pengetek, de majd azért kiderül, hogy mégsem. Tilos. Laci azt mondja, hogy mi lesz, ha egyszerre? Nekem nem érdekel, hogy mi lesz, ha egyszer van. Nekem az érdekel, hogy azt higgyék, hogy több ezernél fog elszakadni a cérna.
Ne az, hogy valaki véletlen elme vagy kapik lelő valakit. Szar se érdekel. Attól rettegenek, hogy majd ez a 30 ember, majd a 300 ember, majd a 300 000 embertől rettegenek. Valahogy az, meg addig soha nem fog. Egy embert soha nem félnek. Körbeveszik rendőrökkel a bírókat. Ott mindenki. Lezárják a bíróság atyát. Olyan tökéletesen tudnak. Ne egy embert, ne egy véletlen lövéstől féljenek. Attól féljenek, hogy nem véletlen kezdenek el lövöldözni az emberek. Laci. Igen, és ugye, hogy a bírók, hogy nem vonhatók felelősségre, vagy nem mondták őket, igen, nem vonhatók felelősségre. Tehát a döntése miatt ő nem vonható felelősségre. Csak azért, hogy egyébként az eljárási szempontból törvényesen vezette el le. De az, hogy ő egyébként így döntött, vagy ő így döntött, nem. És például egy érdekes dolog, még 2012-ben, amikor támadtuk a végrehajtói okiratot, akkor azt írta a veszprémi törvényszék nekünk, hogy a közjegyző esetleges jogi tévedése sem vonná azt maga után, hogy ellene eljárás induljon. Aztán meg miért? Hogy lehet? Hát mert hogy ilyenek. Marika, ilyenek. Na, és akkor most menjünk tovább. Így van. Bóna kamerák. Bóna kamera, nem láttam. Én jártam arra, valaki azt írta, hogy a Bóna háza tele van kamerázva, és nem tűnt föl, én arra jártam. Nyilván még lesz alkalom, hogy megnézzük. Akartunk róla beszélni, hogy mekkora mocsok kamerázza a házát közpénzen, de közben nem tudtunk nekem róla meggyőzni. Azt lehet, hogy azóta lepucolta. Nem az ő házának. Lehet, hogy a mellette lévő templomra van fölrakva. Illetve olyan sötét van ott előtte, mint a kabát zsebbe, de azt még infrával mint a Bóna fejében. Esetleg, igen, így van. De azt még infrával se kamerázza be. Szembe sincs, lehet, hogy az egész utca az övé. Lehet. Igen. Mondom, hogy járt a Csányi fel a szobra. Megmutatta neki a Csányi a tutit. Igen. Na, és akkor ez ilyen hozzátartozó dolgok, a Bóna szemét az? Bóna, igen, Bóna határozat, csak ez két külön ügy lett volna. De Bóna határozat, sokan valószínűleg nem láttátok közvetlenül, mielőtt indultunk, akkor került ki a felülvizsgálati kérelmünk, ugye a Dunavarsányi jegyző elkaszált valakit 30 000 forintra, nem derült ki, hogy ki. Ugyanis beírtak kettőnket Anitával, hogy ketten vagyunk, és kaptunk egy darab 30 000-es csekket, tehát ugye ez is szerintem érdekes, kapott egy 4 oldalas felülvizsgálatot, és csak érdekes, hogy családi, igen, családi csak. Majd fogjátok olvasni benne, hogy hát olyat már hallottunk, hogy családi való kedvezmény, hallottunk olyat is ígéretként, hogy családi adózás, ugye volt valamelyik pártnak valami ilyen ígérete, de családi büntetés, tehát ilyet még nem. De hát ilyenek is vannak, azt, hogy mi oda fölhelyeztük a véleményünket, a önkormányzati rendeletnek az a része taglalja, ami a köztisztasággal és a szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos. Ilyen kérdéseket vetettünk fel, hogy a szilárd hulladék szemét, tehát hogy Bóna szemét, mert ugye az ő gazdálkodásával kapcsolatos. De közvetlen mögötte van egy másik pont, amit a jegyző valószínűleg nem vett észre, ez pedig a közterületi fekália elhelyezés. Tehát ugye lehet, hogy szaralak a Bóna, tehát ez jött oda, hogy szaralak. Vagy van még egy rész, az a rágcsáló írtás. Tehát így ezek közül lehet választani. De azt szerintem már tudja. Tehát ez így néz ki. És ugye egy nagyon érdekes dolog, így a... De teljesen elvtelen a határozat, tehát ez teljesen elvtelen, majd olvassátok. És hivatkoztunk az alaptörvény U-cikkére. Az U-cikk az gyakorlatilag a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek, bűnöző szervezetek voltak, mondja ki az alaptörvény, melyek vezetői el nem érülő felelősséggel tartoznak többek között, hogy mit is tettek ezek és miért tartoznak el nem érülő felelősséggel. Az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvető emberi jogaiktól való megfosztásért, vagy azok súlyos korlátozásáért, különösen emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak való kiszolgáltatásáért, törvénytelen bebörtönzéséért, kényszermunkatáborokba hurcolásáért, megkínzásáért, embertelen bánásmódban részesítéséért, a polgárok vagyonuktól történő önkényes megfosztásáért, a tulajdonhoz fűződő jogai korlátozásáért, a polgárok szabadságjogainak teljes elvételéért, a politikai vélemény és akaratnyilvánítás állami kényszer alávonásáért, az emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyőződésükre tekintettel történő hátrányos megkülönböztetéséért, a tudáson, szorgalmon, tehetségen alapuló előremenetelének és érvényesülésének akadályozásáért,
az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására történő titkos rendőrség létrehozásáért és működéséért, írta ezt az alaptörvénybe a Fidesz. Hát de ők mi a jó üdös fasz csinálnak? Melyik nem igaz rájuk ezekből? Alaptörvényt írnak. Írtuk a határozatban, hogy mondhatnánk azt, hogy ezek ugyanazok, de nem mondjuk, mert ezek rosszabbak. Mert ezek intézményesítették a lopást, ugyanezeket megcsinálják, és csak látszat demokrácia van, egyébként meg nincs demokrácia. És leszarják, hogy ők maguk mit írnak, mert pont azzal mennek szembe a leginkább. Így van, így van. Jó, hát így ennyit Bónásról. Nyilván sokan tudják, hogy Bónával kapcsolatban folytatódik a véleménynyilvánítás, de most már nem csak Bónával kapcsolatban, hanem Dunavarsány jegyzőjével, a jegyző megbízásával, a nem tudom kivel szemben, meg az ügyintézővel szemben is. Tehát az egész egy mocskos, fideszes gittegy lett, és ezt az egészet el kell takarítani. Tehát ezt, erre mindenkinek rá kellene jönni, mert amíg ezek itt bármit megtehetnek, bárkit elítélhetnek, bárkit eljárás alá vonhatnak és tarthatnak, addig itt rend nem lesz ebben az országban, addig a bankárok kénye kedve szerint fognak dönteni, mert hogy a bankároktól kapják a fekete pénzeket a választáshoz, és ez erősíti az ő hatalmukat, tehát ez így fog működni, úgyhogy mindenképpen nagyot kell alakítani. Bizony. Isten. Bornához szeretnék csak annyit, hogy sajnos az egyetlen képviselő, országgyűlési képviselő, aki kétszeres csirkefarhát díjban van részesítve, 2016-ban. Szuper! De szeretném, vagy 20 lenne már, de sajnos már nem fér bele az évben, mert címeket se tudok. Úgy. Igen. Azért Matolcsi címét is úgy kaptuk meg annak idején, hogy közzétettük, hogy nagyon szeretnénk Matolcsihoz lenni, és egyszer csak valaki. Tehát ha elég sokszor írjátok ki a Facebookra, hogy kinek a címe kell, akkor előbb-utóbb lesz egy szomszéd, aki azt mondja, ezek adjuk már meg ezeknek a címét. A postás. A postás, főleg a szomszéd, a villanyszerelő, a házmester, meg a bárki, tehát ugye ismeritek a dalból. És azért azt is láttuk most a legutóbbi Patkánygón, amikor Anitával voltunk, illetve az kirándulás volt, csak Patkánygóvá alakította a rendőrség. Amikor fölmentünk a Cinegétől azon a nagyon meredek emelkedőn, és a Kurokéró sarkánál éppen liegtünk, akkor jött egy terepjáróba egy szimpatikus fiatal hölgy és egy fiatal ember, és így integettek, hogy megláttak sárgában minket, tehát nyilván tudták, hogy miért megyünk a szomszédjához. Tehát ugye ott olyan sok lehetőség nincs, mert abban az utcában nagyon kevés ház van, tehát mindenképpen onnan jöttek ki, és felismertek minket, és tudták, hogy mennyire jó ez, amit csinálunk. Hát örülnék neki, hogyha több ezer embert lehetne így megismerni, és menni, és csinálni. Én két hetente nyomatom ezt a címkérést, de csak ígéretek jönnek, de cím egy se jön sajnos. Minden kommentben. Szeretném vágni egy csirke farháttal, úgyhogy... Figyelj, mostan nem adom a házamat mozgalom, olyan szinten pörök, hogy az oldalt ilyesmire is tudjuk használni, tehát a hozzászólásokban megjelenik egy cikk, rögtön az elejére írjátok oda, és még nem tudjuk ennek és ennek a címét. Például Kovi Levi, aki Bucsek. Nagyon kellene, Bucsek, Velman, Darák, Polt, Pintér. Tehát ugye ezek azért így mindegyik hozzájárul ehhez a mocsoksághoz, és ezeknek a címeit próbáljuk meg, hát ha valaki mégis meg tudja találni. Bucsek, nagyon erősen sejtem, hogy valahol ott Semjén és Rogánék környékén lakhat. Tehát egy picit összeraktuk már, hogy mindig ott van a legnagyobb készültség a Patkánygóknál, és mindig a Rogánékig követnek a rendőrök. Tehát mindig ott jönnek a kakukkok utánunk, ott követnek végig, és valószínű, hogy valaki ott lakhat, ha nem is Bucsek, de valaki, aki nagyon fájna nekik, hogyha oda mennénk, és még azt sejtik, hogy nem tudjuk, de biztos, hogy valahol ott lakhat a környéken. Kedves rendőrök, dekoljatok már le oda. Többé baj, mi megoldjuk. Igen, egy kicsit. Egyébként a Matolcsit annak idején abban lettünk biztosak benne, hogy oda jöttek a rendőrök, tehát gyakorlatilag nekünk úgy nem nagyon volt konkrétunk, hogy hol volt. Egy szomszédtól kérdeztük meg, ő azt mondta, hogy valószínű, hogy abban a házban, és akkor voltunk nagyon biztosak, amikor a rendőrök ott tömegesen megjelentek, és akkor tudtuk, hogy jó helyen vagyunk. Küldtek egy jelet. Jó. Két időnként elmegy, de hát ez és van. És a Unicredit is így derült ki az Országház utca 34-ben stabilra, mert maga az őr árult el, hogy itt lakik az a... Igen. Azok elárulják, főleg, hogy nem akarják. Tehát egyet utában is ott van, és akkor együtt volt a díszbagásként. Így van. Fog ez menni, higgyétek el, és ezt nagyon fogjuk nyomni. Én biztos lehet, hogy fogjuk. Ki más mit fog csinálni, ez az ő dolga. Zsuzsi. Csak Matolcsi nevéről jutott eszembe, hogy a televízióban lehet, hogy láttátok, vagy a Facebookon is
keringett ez, hogy valaki kérdezte, hogy igaz-e, egy riporter kérdezte tőle, hogy igaz, hogy a, hogy hívják, a Patai. Patainak a lakásában lakik? Igen. És erre nem válaszolt, csak azt mondta, hogy boldog karácsony. Ja. Igen. Átbentek meg nem. Igen. Hát ugye csak jöjjön valaki velünk, azt meglátja. Tehát hogyha ennyi rendőr, ugye a bankárok közül mindig rendőr, az csak a Csányinak jut. A többinek azoknak elvétve, de az Országház utcában mindig jut. Tehát akkor az könnyen lehet, hogy nem csak a... És ugye Matolcsinak a Gerebenbe mindig jut. Tehát ebből adóan, ha összerakjuk, akkor szinte biztos, hogy ott lakik, mert ott mindig van rendőr. Meg a várba is. Hát, ott, hát meg a másik felén, a várnak a két végén. Ugye két... sarokpontján várnak. A másikon tudjuk, hogy automatice csak nem ennyi, mint manapság. Amióta mi járunk, azóta sok rendőr van. Szerintem a rendőrök igazán létrehozhatnának már egy alapot, vagy a mozgalmi tali pénzbe adhatnának be bőven pénzt, a sok túlórának, csak a 10%-át, amit miattunk túlóráznak egy évben, annak a 10%-át odaadják, szerintem a világot bejárhatnánk, és csinálhatnánk. Nagyon. És kapnának még több túlórát. És még több túlórát kapnának, ez ilyen öngerjesztő folyamat lenne. De ők csak ott járőröznek 24 órát. 24-ben. Na de arra kap túlóra pénzt, hát milyen jó járnak. De hát így meg sose fogjuk megoldani. Tehát hogyha, mert akkor a rendőröknek ez egy jó volta, és nem fognak mellénk állni. Hát jó, csak amikor már nem jut a politikusoknak, mert a rendőröknek fizetik a túlórákat, akkor már lehet, hogy azt mondják, hogy hú, bazd meg. Bizony. Jó. És eszükben ne jusson, hogy abba hagyjuk. Na, menjünk rocsózni. Rocsó, ugye felvetődött a rocsó, de aztán nem tudom, hoztál nyomtatott? Hoztam. Csak akkor, öt darabot. Fie, akkor osszuk ki, és a következő talin beszéljük. Nem most osz ki, Zsuzsi, hanem akkor majd a következő talin megbeszéljük. Zsuzsi átküldte, ugye beszéltünk arról, hogy esetleg vidékre is mennénk bankokat csesztetni, és hogy a feltétel rendszerét kidolgozta. Nekem arról volt egy véleményem, de azt beszéltük, hogy akkor kiosztjuk, vagy akkor a jövő hétre, vagy a következő talira lehet, hogy én is nyomtatok mindenkinek. Mindenki olvasgassa át, hogy tetszik, nem tetszik, mit írjunk hozzá, és akkor kidolgozzuk ezt a dolgot. Mert egy pici ellenérzésem van, hiszen azért jártunk mi vidéken, most nem túl régen Dunaújvárosba, és nem mentünk be az ottani bankokba. Miért mennénk máshova, de nem baj. Tehát dolgozzuk ki, aztán hát, ha valaki kap a dolgon. Tehát én szigorúra venném azokat a feltételeket, amit Zsuzsi ír, de hát majd meglátjuk. Jó, akkor te oszd most ki, aki kér, és aki átgondolná meg, akkor szerintem a következőre nyomtatok én is, és akkor kinyom, majd valamikor január elején akkor átbeszéljük a rócsót. És akkor pont egy óra alatt végeztünk is, ahogy terveztük. Látjátok, ilyen jól működik minden tervünk. Az első részével a talinak. És akkor következik a második része. Vannak itt komoly statisztikusok köreinkben. Igen. Statisztika, mert hogy a számok nem hazudnak. Tehát lehet azt mondani, csak jól csinálják. Csak a bankárok és a politikusok. Csak a bankárok és a politikusok. Ugye volt egy ilyen tüntetésünk, ha emlékeztek rá. De a statisztikákban sem hazudnak a számok. Tehát amikor azt kellene elemezni, hogy amit csináltunk, az mennyi, mekkora, milyen erejű, akkor ugye érzelmeink is dönthetnek ebben, és mi kurva jónak tartjuk, de nézzük meg számukban a 2016-ot. Bejelentett tüntetésünk 2 darab volt összesen, míg ugye korábban ilyen 20-30 tak is voltak, cserébe viszont volt 46 be nem jelentett akció. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem csináltunk semmit, hanem 46 olyan, ami nem bankban volt. Tehát ez minden más, ami nem bankos akció, a Fiesztától kezdve, a patkánygókig, a mindenféle besátorozós minden, tehát igen, minden hétre. Minden, ami nem, a besátorozós csak a... Tehát a bankos besátorozós az nem. Az banknak számít. Csak a banknak csak számít. Egyéb sátorozósok. Csak mondjuk más mit, a plakát hekkelések, tehát mert minden, tehát ami olyan egyéb kis akció volt, kis huncutság, az 46. Rendőrség biztos jobban tudná, például Bayer Zsolt, igen, az így volt. Bankos akciónk 27 darab volt így is, még ezeken felül volt olyan, ahol megjelentünk, tehát az is azért minden második hétre jutott valami bankos történet. Patkánykereső és patkánygó összesen 7 darab olyan volt, amikor egész napos és sokan vettünk benne részt, és ugye ezt beszorozzuk azzal a alkalmanként 3-4 csapattal, akkor azért ez is ilyen 50-60 megjelenés patkányok házánál.
saját tárgyalás, tehát ami közvetlenül érintett minket, 33 tárgyalási napon voltunk a 2016-ban. Ez, nem gondoltam volna egyébként, ha ez, nincs így összeszámolva. Így van. Amikor nem közvetlenül minket érintő tárgyalás volt, az 6 darab volt, tehát itt Budaházi, Gaudi, és nem biztos, hogy mindenütt mindenki ott volt, hanem amiről tudunk, hogy közülünk ott megjelentünk. Más tüntetésére 3 darabra mentünk el, például ugye az egyik legnagyobb sikerű, az a 100 halombattai volt, amin részt vettünk. Megbeszélés, riport és egyéb szócséplés összesen 4 darab. Nem nagyon vittük túlzásba, és nem is fogjuk szerintem még ennyire sem. Viszont cserébe volt 4 remek bulink, amikor baromi jól éreztük magunkat, és eleresztettük rendesen a dolgokat, és a maival együtt 51 mozgalmi találkozó volt az idei évben, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, ezeket a számokat, ezeket akár tapsolhatjuk is. Marika. Ja, és azért ne felejtsük el, hogy volt 2 börtön, ki meg bemenetel. Igen. Az benne volt az egyéb akciókban, szerintem így beleszámoltuk, de majd beszélünk a részletekről. Ez most igazából inkább a számokról szólt, István. Ugyanezt akartam, 2 böri látogatás. 2 böri, ezt akkor írjuk is külön, hogy 2 böri, kibe, az 4. Két böri Beki, ezt még felírjuk majd. Majd megírom, hogyha lesz idő, és akkor így kitesszük oda az emlékiratok közé. És akkor most jön az a rész, amire reméljük, hogy készültetek, hogy a saját élmények, hogy kinek mi ezek közül, vagy ezeken kívül, bár ugye nem tudjuk a számok mögött mi van, de hogy kinek mi volt emlékezetes, jópofa, miért volt ilyen, és akkor ahhoz, hogyha valaki felvet egyet, akkor ahhoz, ha valakinek van, akkor még tegyük hozzá, ha nem, akkor menjünk a következőre, és egy kicsit elemenítsük fel a legizgalmasabb jeleneteit ennek a 2016-nak, és ez a kérés, ugye ezt már mondtam, hogy a videókkal, bejegyzésekkel, tehát ami az ebben az évben történt, az ünnepek között ezeket elemenítsük föl. Ugye simán visszaventek az idővonalon, bár nagyon sokat kell lapozni, hogy visszamenjetek, de könnyebb talán az ellenállás videócsatornán visszamenni, vagy ha nem adom a házamat mozgalom honlapján, az összefoglaló bejegyzések kapcsán, igen, és akkor azokat saját élményekkel megosztani, és akkor igen, talán... Anita. Igen, hát nekem a legkedvesebb élményem, ami adrenalinban nem szemben a hiány, bármint nálam amúgy is eléggé túltenk ilyenkor, az a, nekem a Sofiteles, tehát a bankárkonferenciás akció volt, ami leginkább, tehát ott én úgy éreztem, ott aztán adrenalin az volt tokától bokáig, tehát nekem az volt a legemlékezetesebb, mert ott én úgy érzem, hogy ott bent voltunk az oroszlánok, a fogatlan oroszlánok barlangjába, és számomra bebizonyosodott, hogy határozottsággal, és azzal, hogy mi tudjuk, hogy igazunk van, ezért nem hagyjuk magunkat, tehát ez hegyeket mozgat meg. Tehát teljesen mindegy volt, hogy kik álltak elénk, teljesen mindegy volt, hogy több százan voltak a teremben, mi ott voltunk fáran, és akkor is mentünk, hogyha nem akarták, nem érdekelt minket, hogy belépők-e, hogy nem akarják, hogy ott legyünk, nem érdekelt minket, hogy nem akarják, hogy a Lassi felszólaljon. Mi akkor is megcsináltuk, amit akartunk, ott voltunk, és nagyon jó volt, hogy mindenki tudta a dolgát, mindenki tudta, hogy menni kell. Tehát annyira jó volt a csapat, hogy nekem ez nagyon emlékezetes, és tényleg az, hogy bármit meg tudunk csinálni. Amit kitalálunk, amit akarunk, bármit. És nem kell félni ezektől az akcióktól abszolút, mert olyan hatalmas, nekem legalábbis olyan hatalmas feltöltődés egy-egy ilyen akció, amikor bár megmondom őszintén, fosok, mint az állat, tehát az egy dolog, minden egyes alkalommal, tehát 4 év után is, bennem nem kevesebb a fosás, sőt, de attól függetlenül, tehát attól csináljuk, és nem attól vagyunk bátrak, hogy nem félünk, hanem attól, hogy félünk, és akkor is megcsináljuk. Ettől leszünk erősek szerintem. Tehát nekem ez volt a legjobb, így egész évben. Ehhez a bankárkonferenciához? Szerintem az még azért is volt jó, mert én szerintem hányan ülhettek be? 200?
Többen. Szerintem ott a 90%-a nem is tudom, hogy mire gondol. Tehát egy ilyen villámlátogatás szerűség volt ez. Ahogy bepattant, mindenki kijöttek és tanultam, hogy mi volt ez? Nem, Feri, tudják... Vagy gondolkodtak azon, hogy ez most itt a kandi kamera? És tudjátok, az lehet. Én még életemben nem voltam ilyen puccos szállodában, de hogy találtunk oda, ezt nem is tudom, hogy ilyen ösztönösen meg utána milyen angolosan távoztunk. És akkor szerintem ezek ott írtek vele, és nézik, mi az Isten volt ez? De nagyon jó volt, attól függetlenül. És akkor nem is partnereznek, mi? Ez egy kicsit másabb volt. De a második sem volt rosszabb. Tudod, hogy nem engedtek már be, de a biztonsági őrökkel, azokkal elég jó el voltunk ott. Ja, hát ugye az elsőnél még ami nagyon előnyös és mellette szól, hogy végül is felmentettek. Tehát gyakorlatilag még csak eljárásunk, vagy hát büntetésünk sem lett ezzel kapcsolatban. És akkor fokozzuk a folyamatot. Legközelebb oda megyünk, megmutatjuk az őröknek, hogy itt a bírósági engedélyünk, hogy bemenjünk. Még akár csá! Azt is. A gyerekek azt találtam, hogy pont a patai mellettem ült, és amikor fölkapta a telefont, és azt mondta, hogy most én nekem jön, megyek innen. Hát az kár, mi volt, mondtam, hogy most olyan nem tehát nem úgy, ahogy álltunk ott bent, tudod, itt az első sor előtt, és a patai az itt ült előttem. És akkor egyszer csak ült, és láttam, na azt mondja, hogy megyek innen. Fölkapta a telefont, az kiúszta a csipa. Igen. Hát az... Nyilván, mert megszólítottam, tehát ugye ott kapott egy megszólítást ő konkrétan, csak ugye nem ő volt egyedül ott a fontos személy, tehát az azért így jó. És ezt nem hiszik el sokan, hogy ez ilyen konkrétan így bele a pofájukba nekik, hogy mekkora mocskok voltak, hogy ez az, ami a megoldáshoz tud vezetni. De viszont a szálloda vezetőnél az jó védte a mundét, az jó kivetett. Nem volt értelme vele vitatkozni, mert nem vele van bajunk. Igen. A Sofitel hotelen szintén nagy élmény volt a bejutás, és akkor Laci mondta, hogy programváltozás, és a mikrofonba is bemondta az űrge, aki jobb tudta az asztal sarkán, hogy programváltozás. Ez a volt ott végül. Igen. Zsuzsi. Hát nekem is ez volt a csúcsélmény, egyébként én is ebből készültem. Volt még, van még egy pár a tarsolba, de abszolút ez volt a csúcs. Tehát azt üzenem azoknak, akik nem járnak közénk, és csak így filmről nézték, tehát hogy azt az érzést, azt a katartikus érzést, amikor az ember nagy hirtelen csak azt látja, szembe találkozik 3-400 bankárral, és ott áll az ember ott elől a pulpitusnál, szóval az valami eszméletlen, és ez egyértelmű, tehát a Laci ugye kiverekedte magának szó szerint, hogy bejusson, és mi páran, akik ott voltunk, így kvázi a vákumba is simán besétáltunk, mert senki nem figyeltek, és én is csak egyszerűen azt vettem észre, hogy ott állok erről, és így velem szemben ott ülnek a bankárok, így néznek, van, aki mosolyog, van, aki érdeklődéssel, elsősorban ott voltak a nagyvezérek, a Raiffeisen vezér, akkor a patai, igen, tehát így 2 méterre ott áll az ember, és akkor nagy hirtelen nem is tudja, hogy akkor most mit kell gyorsan csinálni, és jó, hát akkor elkapjuk a telefonunkat, ha már itt vagyunk, hát akkor vegyük fel. Tehát, hogy elképesztő, hogy olyan volt, mint hogyha az ember álmodna. Tehát, hogy utána jöttünk ki, és akkor így, hú,